Jó estét kívánok! A Vásárhelyi Televízió pénteki híradóját látják. A magyar élelmiszeriparnak vissza kell szereznie teljesítő képességét. Ehhez 350 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít a kormány. Ahhoz, hogy Magyarország újra erős agrárország legyen, a termelésnek, a feldolgozásnak és az értékesítésnek is magyar kézbe kell kerülnie, hangsúlyozta Lázár János a tarjáni olvasókörben tartott lakossági fórumon. A tarjáni lakosok a 47-es elkerülő megépítése kapcsán a bekötő utak terhelhetőségéről érdeklődtek. Hegedű Zoltán alpolgármester kifejtette. A fejlesztés során a rácsatlakozást segítő utak, így többek között a Bodzási út is megújulhat, kiszélesítik és megerősítik majd ezeket a szakaszokat. A városrész régi problémája, hogy nincs pósta. Ezért aláírásgyűjtés indulhat egy fiúk megnyitásáért. A fórumon Lázár János országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány külön forrásokat szán a magyar élelmiszeripar fejlesztésére. A cél, hogy Magyarország visszanyerje korábbi agráripari teljesítő képességét. A kormánynak kiemelt célja, több mint 350 milliárdot különítettünk el, csak élelmiszeripar fejlesztésére. Most a PIK egy új nagy gyárat kíván építeni Szegeden, ha jól hallom. Mohácson megnyílik egy óriási vágóhíd, és vannak természetesen kisebb, jóval kisebb családi vállalkozások, kisvállalkozások, amelyek élelmiszeriparba kívánnak investálni, és abból kívánnak boldogulni. A fórumon arról is szó esett, hogy a jövőben komoly fejlesztésekre számíthat a honvédség is. A létszám mellett a fizetések is nőni fognak, és magyar fejlesztésű, már tesztelés alatt álló fegyverekkel kell felszerelni a katonákat. A lakóházakhoz és a helyi iskolához veszélyesen közel jelölték ki Algyőn a tervezett vegyi üzem helyét. Emiatt a közeledő népszavazáson a nem szavazatra buzdít a helyi Fidesz frakció. A párt szerint háttérérdekek miatt ragaszkodik a polgármester és a görög cég egyetlen telekhez a veszélyes anyaggal dolgozó üzem felépítése során. A vegyipari alapanyagokat gyártó üzem tervezett építésétől hangos továbbra is Algyő közélete. A polgármester és a betelepülni kívánó görög cég a 47-es közvetlen közelében a város tőszomszédságában, ráadásul a helyi ökoiskolától kevesebb mint 1 kilométerre tervezi a beruházást. Politikai ambíciókat és gazdasági érdekeket sejt a háttérben a helyi Fidesz frakció. Pongrácz Tamás, a szervezet vezetője mai sajtótájékoztatóján kifejtette, a beruházással ugyan egyetértenek, azonban a helyszínválasztással nem. Véleménye szerint egy esetleges üzemzavar komoly egészségügyi problémákat okozna az iskolások és az ott élők körében. Így a közeledő népszavazásnak komoly tétje van. Arra bízhatok mindenkit, hogy február 26-án igenis menjen el, éljen demokratikus jogával, és én magam képviselőtársaim nevében is arra bíztatom az algyi lakosokat, hogy szavazzanak nemmel, annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy a településünknek az élhetőségét kedvezőtlen befolyásoló beruházás valósuljon meg közvetlen a tőszomszédságunkba. Pongrácz Tamás szerint megtévesztésre alkalmas fals adatokat tartalmazó tájékoztatások jelennek meg névtelen röplapokon a városban. A szerinte tényszerűen cáfolható, etikátlan írások az üzem felépülése mellett kampányolnak, ami miatt feljelentést tesz a frakció vezetője. Több tisztázatlan kérdés közül a telekválasztás visszásságaira hívta fel elsősorban a figyelmet a Fidesz frakció helyi vezetője. További területek kerültek fölajánlásra, többek között állami területek is. Nem volt teljesen érthető az senki számára, hogy egyébként ingyenesen felajánlott állami területek miért nem jelentenek megfelelő alternatívát a cég számára. Úgyhogy ráadásul még talán is elhangzott, hogy közvetlen direkt támogatást is kaptak volna még a beruházók, hogy a számukra szükséges infrastruktúrát kialakítsák, kerítés, iparvágány csatlakozás, egyebek.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az algyői képviselőtestület tagjai a mai napig nem kaptak választ arra, hogy a jelenleg kijelölt terület mitől alkalmasabb a beruházásra. Az algyűiek tehát a hónap utolsó vasárnapján döntenek arról, hogy megépülhet-e a kérdéses helyszínen a háztartási vegyi alapanyagok előállítását végző üzem. Mától két hétig váltakozó irányú félpályás útlezárás lesz a Vásárhely és Szentes között a 45-ös főúton. A korlátozásra az épülő 47-es elkerülőút csomópontjának kialakítása miatt van szükség. Ebben az időszakban jelzőlámpa irányítja majd a forgalmat az érintett útszakaszon. Hódmezővásárhelyt északról kerüli majd el az elmúlt 20 év egyik legnagyobb beruházásaként megvalósuló út. Az elkerülő a Szentesi utat is keresztezi majd. A csomópont kialakítása miatt az elkövetkezendő két hétben terelésre kell számítani a 45-ös út Hódmezővásárhelyi bevezető szakaszán, ahol a már elkészült a főúttal párhuzamos terelő utat kötik rá a meglévő 45-ös főútra. Ezt követően a terelő úton már forgalomkorlátozás nélkül haladhat majd a forgalom. 2018 tavaszán a közlekedők már biztonságosan elkerülhetik Hódmezővásárhely városát. A beruházás uniós és hazai források felhasználásával valósul meg, nettó 27,9 milliárd forint értékben. Bemutatták a vásárhelyi beszédös lemezt, amelyen népdalok, nóták, mesék, balladák és parasztversek is szerepelnek. A Vas Albert Irodalompártoló Egyesület által kiadott hanganyag elkészülésének célja, hogy a vásárhelyi tájnyelv is bekerülhessen a nemzeti és a helyi értéktárba. Liszt Ferenc évben feketén-fehérön, laptop írógépön e hang varázsát, néma billentyűk leütött magányát verdösi ujjam. Tavaly hirdette meg a Vas Albert Irodalompártoló Egyesület a Mutassuk meg, mennyire tudunk még űzni című pályázati felhívást, amelyre az írásos műveken kívül hanganyagokat is vártak. A kiírásra több mint 30 mese, visszaemlékezés és kortárs vers érkezett be, amelyből közel 5 órás lemez készült. A mostan kiadott hanghordozó és a tavaly kiadott írásos könyv mind azt a célt szolgálja, hogy a vásárhelyi tájnyelv bekerülhessen a nemzeti, illetve a helyi értéktárba olyan szellemi és gyakorlati értékek közé, amelyek tulajdonképpen már benne vannak, mert a nép ezt fölhalmozta, és ez létezik. Csak hát ennek ugye van egy hivatalos formája is, amit fontosnak tartunk, hogy ezt elnyerje. Az Egyesület számára lényeges, hogy ez az őző nyelvi kincs fennmaradjon. A jövő generációi is tudják, ismerjék a több évszázados beszédet. Értékes 150-160 évvel ezelőtt följegyzett gyerekversek, mondókák, balladák és a többi is fölkerült a lemezre. Azért, hogy minél régebbi anyagból választhassanak a ma fiataljai, akár egy helyi, megyei vagy országos versenyre indulnak, vigyenek büszkén magukkal egy vásárhelyi tájszólásba készült mesét, verset, bármi mást. A hanghordozó egyik érdekessége, hogy a Hawaii-szigeteken élő Samu Jánostól is érkezett hang és írásos anyag, aki több ezer kilométerrel odébb egy szigeten őrizte meg a vásárhelyi nyelvjárást, abban a formában, amit gyermekként itthon tanult meg. A lemez létrejöttében közreműködött a Vas Albert Irodalompártoló Egyesület és Hűvös Oszkár, a Vásárhelyi TV operatőre is. Lechner az Alkotó Géniusz című vándorkiállítás Hódmezővásárhelyre is eljutott. Az építész nevéhez fűződik a magyaros szecesszió kialakulása és elterjedése. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban tablókon láthatók legcsodálatosabb épületei. A tegnapi tárlat megnyitó azonban egyben könyvbemutató is volt. A közönség a témához kapcsolódóan a Felfedező utak című tanulmánykötetet is megismerhette. Lechner Ödön épületeinek tetejét is gazdagon díszítette, mondván, bár lehet, hogy az emberek nem látják, de a madarak igen. Lechner a 19.-20. század fordulójának legkiemelkedőbb építésze volt, akinek 2014-ben volt halálának 100. évfordulója. A jeles évfordulóra az Iparművészeti Múzeum, amely egyébként az ő tervei alapján készült el, nagyszabású kiállítást rendezett.
majd híres, szecessziós épületei tablókra kerültek, amelyek több nagyváros után a következő két hétben Hódmezővásárhelyen is megcsodálhatók. Nagyon új és egyedi stílus dolgozott ki, amit korábban senki. Ugye Európában, Nyugat-Európában a szecesszió már ismert művészeti stílus volt, de Lechner Ödön, amit létrehozott, az a magyaros nemzeti szecesszió, tehát alkalmazza ő is a hagyományos szecessziós elemeket, a keleties mintákat, a virágokat, a madarakat, de mindemellett nagyon sokat tanulmányozta a magyar motívumkincset, a népművészetet. A kiállítás megnyitót követően könyvbemutatónak is részesei lehettek az érdeklődők. Keserű Katalin és Brunner Attila a budapesti épületállomány után a vidéki városok épített örökségét is felmérték, és ez utóbbi eredményeként született meg a Felfedező utak című kötet, amely többek között cáfolja, hogy a díszítő kerámiák csak a zsolnai gyárban készültek. Nagyon sok helyi kerámia művészmester mellett a stukkó gyártóműhelyek is igen nagy forgalmat tudtak magukénak. Nagyon sok polgárházon jelentek meg, és ez a polgári építető igény, a polgári mecenatúra, a polgári kultúra felfogás igen erősen jelentkezett a polgárosodó magyar társadalomban, ideértve például a mezővárosok lakosságát is, mint Hódmezővásárhely. Ennek tudható be, hogy bár nem Lechner Ödön tervei alapján, de több bécsi stílusú, szecessziós épület áll Hódmezővásárhelyen, mint a bankpalota, a zsinagóga, de a sétáló utcán és szerte a városban több polgárház is magán hordozza a szecesszió elemeit. A Szép beszédé volt a főszerep a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában tegnap délután, ahol a felső tagozatos diákoknak szerveztek versenyt. A legjobbnak Kovács Bence, a Szent József Katolikus Általános Iskola tanulója bizonyult, aki a területi fordulóból továbbjutva az országos versenyen képviseli majd a várost. Közel egy évtizedes múltra tekint vissza a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában a Szép Magyar Beszéd területi versenye, amelyen az 5.-6. osztályosok és a 7.-8. osztályosok mérték össze erejüket. A város minden iskolájából érkeztek diákok, így közel 20 gyermek méretette meg magát. Az megfigyelhető, hogy azok a gyermekek, akik szívükön viselik a magyar nyelv sorsát, és tényleg választékosan szépen szeretnének beszélni, azok az olvasás segítségével tudják csak ezt elsajátítani, illetve persze a környezetük segítségével is. És ez a verseny, ez az olvasásról, a szövegek értelmezéséről szól, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos mindenki számára, mert így tudjuk szinten tartani azt, hogy a köznyelv egy jó állapotban megmaradjon. A vetélkedő résztvevőinek 20-21. századi költők prózai szövegeivel kellett készülniük. A verseny második felében pedig a zsűri által kiválasztott szöveget kellett felolvasni. A gyermekeket sokrétű szempontrendszer szerint értékelték. A hangsúlyok, a kiejtések, helyes hangkordozás, kérdőmondatok hanglejtése, szünetek tartása és a többi. Ez emellett természetesen a diák egyéniségére is figyelünk, de legfontosabb a szöveg tolmácsolása, mintha rádióból hallanánk a szöveget, tehát ebben eltér a szavaló versenyektől. A szöveget az értelemnek megfelelően kell tolmácsolni, nem eljátszani. Az 5.-6. osztályosok közül Hudák Barnabás jeleskedett, míg a 7.-8. osztályosok közül Kovács Bence bizonyult a legjobbnak, aki Kisújszálláson az országos vetélkedőn képviseli majd a várost a Kazinci plakettért folytatott versenyben. Jelmezt töltve sürgették meg a tavasz beköszöntét ma délután a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola diákjai. Az intézmény hagyományos farsangi mulatságára megtelt a tornaterem az egyéni és csoportos maskarásokkal, és természetesen az őket kísérő szülőkkel.
A Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola apraja nagyja jelmezt töltött a hagyományos télbúcsúztató karneválon. Voltak, akiket a most divatos rajzfilmek ihlettek meg, szép számmal jelentek meg a klasszikus maskarák is, mint a Hercegnő vagy a Bohóc, de rajongói gyűrűjében a Safety Pro is a színpadra lépett. Az osztályok között olyanok is akadtak, akik csapatban mutatták meg magukat. Az volt az alap, hogy a fiúk lesznek az amerikai focisták, a lányok meg a pompom lányok, aztán elkezdtük gyakorolni az ilyen lépéseket, meg minden, és így alakult ki. A fiúknál fontos volt a sisak és a kitömött váll, míg a lányok esetében a látványos szoknya elkészítése. A kezemben ez a pompom, meg papír, újságpapírból csináltunk szoknyát, és ugye ökoiskola vagyunk, és akkor azért csináltunk újságpapírból szoknyát. Az iskola diákjai egész héten erre a farsangi felvonulásra készültek. Egy teljes projekt hét erről szól ilyenkor, a farsangra készülünk, a folyosón elhelyezett úgymond kiállításszerű plakátok, monumentális dolgok már azt jelzik, hogy a hangulat itt péntekre már a tetőfokára hágott, illetve ugye az alsósok egy kicsit más típusú farsangot szerveznek, illetve a felsősöknek már inkább csak is a gyerekek vannak jelen, és a szülőktől egy kicsit mentesítve van egy inkább buli jellegű hangulat. A felnőttek sem maradnak ki a jóból, számukra február 25-én tartanak jótékonysági vacsoraestet, ahol az iskola az Isten pénze című musical színpadra állítására gyűjt. A Vásárhelyi Televízió pénteki híradóját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok és jó hétvégét. Viszontlátásra! Az éjszakai és reggeli órákban kevés felhő lesz az égen, gyenge, illetve mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 fokig süllyed. Szombaton változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütés is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 4 Celsius fok körül tetőzik.